Sziasztok, ez a Belemenés, a Handball Expert kézilabda oldal podcastje. Én Szalóki Boldizsár vagyok, és ma Vig Martinnal fogjuk átbeszélni, hogy mik történtek a férfi kézilabda világában az elmúlt nagyjából egy hétben. Kezdjük is szerintem pár szóban a magyar bajnoksággal, ahol az előző fordulóban két veretlen csapat találkozott egymással, a Veszprém, illetve a Győr, és a Veszprém nagyon simán győzte le a Győrt. 22-37 lett a mérkőzés vége, ugye Győrben játszották a mérkőzést. Majd pedig kedden érkezett az Európa Liga harmadik fordulója, ahol igazából a Tatabánya a Flensburgi vendégjátékát várhattuk úgy nagyon így magyar szurkolóként, amiben igazából sok köszönet nem lett, hiszen 44-27-es győzelmet aratott a Flensburg, már a meccs legelején tulajdonképpen állva hagyta a Tatabányát a német csapat, de még pár szóban majd Martint megkérdezzük, hogy mit gondol erről a mérkőzésről, de még azért mindenképpen térjünk ki arra is, hogy az Európa Ligában játszó magyar játékosok csapatai hogy szerepeltek. A Benfica Eperjesen Szlovákiában játszott, egy nagyon-nagyon kevés gólos mérkőzést, 16-24-re nyert a portugál csapat. Itt ugye azt elmondhatjuk, hogy a fél időben még csak 9-6 volt a Benficának. Itt Hanusz két lövésből egy gólt szerzett, Palasics pedig 8 védéssel zárt, de ugye miután nagyon kevés gól volt ezen a mérkőzésen, illetve nagyon kevés támadás, nagyon kevésszer találta el a Tatran Prešov Palasics kapuját, ezért ez 36%-os védési hatékonyságot jelentett. A Kielnél nem volt benevezve Imre Bence a keretbe. A Nekcse vendége volt egyébként a Kiel. 26-35 lett a mérkőzés vége. A Melsungen Sipos Adrián csapata 36-21-es győzelmet aratott a Valur Reykjavik ellen. A Kadetten Schaffhausen pedig a Limoges verte 27-31-re, Bartók Donát 8 lövésből 5 gólt szerzett. A Melsungenre még egy pillanatra visszatérve, tegnap már bajnokit is játszottak, ugye csütörtökön, ahol 28-27-re verték a Lipcsét idegenben Lipcsében, illetve játszott Illich Zoran csapata is, a Hamburg. Ugye Illich Zoran még mindig sajnos nem volt a keretben, a Hamburg pedig 32-32-es döntetlen játszott a Hannover ellen. És akkor térjünk vissza ide az Európa Ligára. Martin, hogy láttad a Tatabányának a szereplését? Illetve az lenne még a kérdésem, és ez egy kicsit ilyen provokatívabb jellegű, hogy mit gondolsz arról, hogy Bartók Donátnak lenne-e helye a magyar válogatottban? Akkor kezdem utóbbival. Én azt gondolom, hogy a játék alapján lenne, de egy picit azt érzem, hogy ahogy a női válogatottnál is van néhány játékos, akiknél, még hogyha az aktuális forma alapján benne is lehetne, hogy ők benne legyenek a válogatott keretben, így igazából senki nem feszegeti ezt a témát. Ugye Bartók Donátról is lehetett hallani mindenféle híreket, hogy bizonyos válogatott összetartásokon mondjuk a hozzáállásával, vagy adott esetben a csapatok belátott szerepével nem voltak megelégedve. Én emlékszem olyan világversenyre, ahol egyébként szerintem egy nagyon rosszul, rossz pillanatban dobták be, és egy picit ilyen értelemben meg is égették, és talán ez is rányomta a bélyegét a válogatott karrierére, de összességében nyilvánvalóan arról van szó, hogy azért nem csak játékos mondhatja el magáról, még most sem, annak ellenére, hogy szerencsére egyre többen próbálják ki magukat külföldön, hogy azért hosszú évek óta stabilan megragadnak nem rossz szinten az európai kézilabdában, és látva azt ugye, hogy Máté Dominik egészségügyi állapota továbbra is elég instabil, azért Ancsi Gábor sem lesz már fiatalabb. Ott azért jobb átlövő posztot szerintem egyértelműen van most hiány, és van most esetleg lehetőség játékosok kipróbálására. Meglátjuk, hogy ezzel élet sem van. A Tatabányával kapcsolatban pedig nyilván ugye azt lehet elmondani, hogy ez az a meccs volt, amit gyakorlatilag az első körben már szinte mindenki beírt vereségnek, és hát amilyen szempontból egy kis kritika lehet a csapattal kapcsolatban, hogy mintha ők is úgy álltak volna ehhez hozzá, hogy hát ezen a meccsen túl kell lenni, idegenben a Flensburg ellen nincs sok esély, és tényleg még azt sem lehetett látni, hogy tulajdonképpen megpróbálnák megnehezíteni a dolgokat az első fél időben. Flensburg szinte végig lerohanásukból növelte az előnyét, nem volt meg a visszafutás,
és nem csak amiatt, mert ténylegesen van sebességbeli különbség a csapatok között, hanem mert picit azt lehetett érezni, hogy bizonyos szinten akkor sem futottak vissza, amikor talán lehetett volna. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebből a meccsből sok következtetést nem lehet levonni. Azt viszont szerintem érdemes megjegyezni zárójelben, hogy mintha a magyar csapatoknál lennének ilyen európai mérkőzések, amiket csak le akarnának tudni, és az azért még az Európa Ligában sem feltétlenül szerencsés. Itt is gondolok azért korábban női csapatokra is, akik ezt viszonylag rendszeresen eljátszották, úgyhogy ezen szerintem jó lenne, ha változtatnának, viszont az tény, hogy ez a két pont, ez valószínűleg nem fog hiányozni, mindenki úgy számolt, hogy itt ez egy vereség lesz. Viszont ami érdekes, ugye még ebben a csoportban, hogy a két közvetlen rivális a Tatabányának egymás ellen játszott, és a Kárvinál 32-29-re verte a Szeszfetét, és ugye beigazolódni látszik az, amit már a sportévés közvetítésben is pedzegettek, hogy annak ellenére, hogy az előzetes esélylatolgatásoknál a horvátokat a csehek elé tették, úgy tűnik, hogy mégis inkább a cseh csapat elleni meccsek lesznek a döntőek a továbbjutás szempontjából. Ugye itt sem áll azért rosszul a Tatabány, úgyhogy én azt gondolom, hogy a továbbjutás ebből a csoportból abszolút reálisan meg lehet, de hazai pályán szerintem a szurkolók is azt várják majd, hogy ennél egy komolyabb erőbedobásra készítessék a Freiburgot. Még egy dolog jutott itt eszembe, ahogy mondtad, meg igazából felidéztem magamban, amit én mondtam néhány perccel korábban, így Bartók Dorát kapcsán, hogy ugye mondtad, hogy Máté Dominik egészségügyi állapota nem olyan jó, illetve Ancsin Gábor is már azért erősen benne van a korban, de azért mostanában nagyon jó hírek nem jönnek Ilic Zoránról sem, és ugye ez a poszt azért eléggé kezd megcsappanni. És azt tudjuk, miután elmondta Csema Rodriguez, aztán majd meglátjuk, hogy ebből mi lesz az, ami valóban megvalósul, hogy ő azt nézi, hogy ki milyen formában van, és mindenkinek kiküldi a meghívót. Meglátjuk, hogy Bartók Donátnak jár-e az a meghívó. És akkor, ha már itt tartunk, akkor ugorhatunk tovább a BL meccsekre, ahol szerdán rögtön két magyar játékosokkal felálló csapat mérkőzésével indult a forduló. A Dinamo Bukarest 33-29-re verte a Sportingot. Itt ugye Rosta Miklós csapatáról beszélünk, de Rosta Miklós ezúttal nem volt a keretben. Viszont szerintem ezért valamelyes meglepetés, hogy a Bukarest legyőzte a Sportingot. A Fredericia hatalmas meglepetésre, legalábbis szerintem ez a fordulónak a legnagyobb szenzációja. 28-25-re győzte le a Wisla Plockot, ahol Fazekas Gergő 8 lövésből 5 gólt szerzett, Szita Zoltán pedig 5 lövésből 4-et. Azért a Plocknak itt nagyon-nagyon nagy problémái vannak, már most már győzelem nélkül állnak 6 forduló óta, és nagyon-nagyon rezeg itt a léc. A Kielce Aalborg meccsen ugye nagyon-nagyon nagy különbség volt. Számomra ez is egy kicsit meglepő. 28-35 lett a vége az Aalborgnak. Kielce hazai pályán sem tudta megnehezíteni a dánok dolgát. A Nant 32-29-re győzte le a Zágrábot egyébként egy nagyon fordulatos mérkőzésen. Majd csütörtökön a Szeged meccsével egy időben a PSG és a Berlin csapott össze a német fővárosban. Itt 40-38-ra győzött a PSG, rengeteg gól, ugye 78 gól. Gidzel 10-et vállalt, a másik oldalon Prandi 9-et, Yahia 8-at, és Szibzsak is 8-at, és a volt Veszprémi jobb átlövőt választották meg a meccs legjobbjának, miután ez volt a hét mérkőzése. A Szeged-Kolstad meccsről beszélni fogunk még, ott 27-29-es vendégsiker született, majd pedig az esti sávban a Barca 6 góllal 32-26-ra verte a Magdeburgot, a Veszprém pedig 23-30-as győzelmet aratott Bitolában a Peliszter vendégeként. És akkor kezdjük is szerintem a magyar érdekeltségű meccsekkel. A Szegednek ez a meccs talán egy borítékolt 2 pont lehetett előzetesen, amikor ránéztek a tabellára, jól gondolom?
Alapvetően én azt gondolom, hogy igen, nyilván ez a Kóstol egy olyan csapat, akiknél mindig el szoktuk mondani, hogy bár az elmúlt, hát most már lassan ugye másfél szezonban nem nyújtották azt a teljesítményt, amit várhatunk tőlük, de azért vannak olyan játékosok, akik képesek egy-egy meccsre azért felcívni magukat. Itt viszont ugye ezekből a játékosokból is többen hiányzik, ugye Johannes és Szegószen sem volt a keretben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy olyan mérkőzés volt, picit hasonló ahhoz, amit a Nant ellen mondtunk, hogy annak ellenére, hogy egy nehéz meccs lehet, és nem biztos, hogy hamar eldől, de valahogy meg kell fordítani, és valahogy hozni kell. És összességében ez a forgatókönyv benne lehetett volna, annak ellenére is, hogy a Szeged nem játszott jól ezen a meccsen, az teljesen egyértelmű. De szerintem ezt el kell ismerni, hogy amennyit kritizáljuk jogosan a Kolstadot, most a másik fél időben szerintem nagyon okosan kézilabdáztak, lassították a meccset, biztos helyzeteket vállalták el, azt csinálták, amit láttak, hogy működik, tehát szerintem a szegedi balkettes védő mellől gyakorlatilag 8-10 gólt dobtak a második fél időben, és folyamatosan onnan alakították ki az előnyöket. Úgyhogy ez egy tudatosan jól lemenedzselt meccs volt. A Szegednek viszont szerintem ez a két pont még nagyon-nagyon hiányozhat nyilván, de itt a továbbításra megvan az esély, nem áll rossz helyen a Szeged, azért azt is látjuk, de szerintem ez egy olyan két pont volt, amit a végén majd, amikor kialakul a végső sorrend, főleg egy ilyen elég szorosnak induló csoportban, akkor nagyon-nagyon fognak hiányolni, mert ez hazai pályán az abszolút hozható és hozandó mérkőzés kategóriája volt nálam is. Kicsit, hogyha belenézünk a játékosok teljesítményeibe, ugye Magnus Rød nem volt a mérkőzésen, már a jegyzőkönyvben sem, és ugye Lazar Kukić nem játszott, hiába volt benne az előzetes jegyzőkönyvben. Viszont García Andia nagyon jól tudta helyettesíteni támadásban Rődöt, ugye 9 gólt szerzett a spanyol, 11 lövésből, viszont Kukicsnak hát nem is ez a jó szó, hogy helyettesítése, de igazából Smarasonnak ugye a nyakába maradt az egész meccsre az irányító pozíció, és ez valamelyest azért meglátszott a teljesítményén, mint hogyha nem tudta volna azt a teljesítményt nyújtani, amit akkor nyújtott, amikor ott volt mögötte Lazar Kukić, és bármikor cserélhette őt Apelgrén. De ugyanezt éreztem egyébként Kukićon is, amikor nem volt Smarason, akinek ugye gyermeke született, valószínűleg még nem született meg. De hogy ugye volt már egy meccs, amit ezért hagyott ki az izlandi, és akkor Kukićnak sem ment úgy. Viszont amikor mindketten ugye bevethetőek voltak, akkor nagyon jól kiegészítették egymást. Ebben látsz valami rendszert, vagy inkább ez ilyen nagyon kicsi minta, és ebbe csak én próbálom meg belemagyarázni ezt. Hát olyannyira nem, hogy egyébként pont ezt írtam fel most én is a jegyzeteim közé, mikor felvezetted a témát, hogy nekem is abszolút ez volt a benyomásom, hogy alapvetően mindkét Szeged irányító jól játszik eddig ebben a szezonban, nagy átlagban, meg így az összképet nézve, de az is tény, hogy mindkettőjük játékában bőven benne volt a hiba az első fordulóban is, és úgy lehetett őket hatékonyan a pályán tartani, hogyha jött két-három rossz megoldás, adott labda rossz, és a többi, akkor cseréltek, és ugye emlékeztetünk, volt olyan mérkőzés, talán pont a Nant ellen, nem ő benne biztos, valamelyik hazai meccs volt, amikor a végén gyakorlatilag két támadásonként cserélte az irányítóit Apelgrén, mert már egyik kölyüknek sem ment igazán, és talán végén találta meg azt a felállást, ami működött. Tehát én is azt látom, hogy ez a páros, ez úgy tud együttműködni igazából, hogyha tudják egymást váltani, mert ugye Kukić az előző szezonokban azért ugye a Bukarestben első számú irányító volt, de például Smarason meg nem nagyon volt az a játékos, aki 60 perceket játszott, tehát szerintem ez neki ilyen szempontból is azért egy új kihívás, mert ő alapvetően a karrierje nagyobb részében szerintem inkább a hasznos kiegészítő ember, meg ilyen jó role player kategóriában volt. Úgyhogy ez abszolút kijött, amit mondtál, hogy ez a páros, ez így párosként nagyon jól tud működni, de ha egyedül van, hogy van egyik vagy másik játékos, akkor azért itt lehetnek gondok. És egyébként a jobb átlagoknál tényleg García Andia nagyon jól, hatékonyan támadott, de azt is el kell mondani, és szerintem erről is beszéltünk már az előző szezonban, hogy a spanyolnak ugye a megítélés az egy picit ilyen felemás, hogy
Gyanakvően, hogy nagyon jó volt, és szerintem egyértelműen az egyik leghasznosabb mezőnyjátékosa volt a Szegednek. Amikor már sokkal vezetett a kóstod, akkor én egyetlen egy pillanatot éreztem olyannak, amikor még meg lehetett volna fogni, vagy amikor igazán úgy momentumot fogott a Szeged. Jól emlékszem, 22-20 volt, és egy üres kapus lövést vagyok ki Garcia-ndi, és ott éreztem egy picit azt, hogy ott volt egy jó lendület a Szegednek, tehát 3-4 voltak, lőttek, 3-4 gólt lőttek egymás után, és az ott úgy megtört. Tehát, hogy a meccs egyik kulcsivája viszont hozzá kapcsolódott. Elefelé nem akarom azt mondani, hogy vele bármi probléma lett volna, mert tényleg annak ellenére, hogy végig pályán volt, teljesen korrekten lehozta a posztot. De látszik, hogy ilyen szempontból azért ugye meg volt kötve bizonyos értelemben Mikael Apel. Ugye említetted itt a hibát Garcia-ndia esetében, de nyilván nála az, hogy éppen elrontott egy üres kapus lövést, ez van. Egyébként tényleg nagyon jól játszott ettől függetlenül. Viszont ha már hibák, akkor itt mindenképpen ki kéne emelnünk a bal szélt Szeged esetében, és itt behoznék egy olyan szálat, hogy hallunk pletykákat, hogy kik azok, akik érkeznek jövőre Szegedre, és az egyik ezek közül Hampus Manne, akiről tudjuk, hogy támadásban jó, viszont védekezésben egyáltalán nem. Ugye Apelgren próbálja használni a bal szélsőit védőben, zavaróban Frimmelt, kettes védőben akár, ami annyira nem néz ki jól, viszont Jelinic egészen jól védekezik, viszont elől nem túl jó. Most viszont ezen a meccsen mind a ketten borzalmasak voltak. Kérdés az lenne, hogy szerinted erősítés van-e, látva ezt a meccset, illetve látva a bal szélsők formáját? Maga várna szerintem erősítés, de majd az egy hosszabb beszélgetést érdemelne, mert szerintem, hogy én azért, amikor hallom ezeket a szegedi plegykákat, hát hogy mondjam, nem minden esetben vagyok kérdések nélkül pozitív, tehát én azt gondolom, hogy az is egy veszélyes út lehet, ha a Szeged most rááll arra a vonalra, hogy csak rutinos játékosokat igazolnak, meg egyébként csak skandinávokat, még akkor is, hogy nyilván a skandináv országok azért a kézilabdában tradicionálisan nagyon jók, és jelenleg is nagyon jók. De összességében igen, én azt gondolom, hogy a bal szél az egyik olyan poszt, aminél középposztú távol ráférne a Szegedre az erősítés. Ugye, hogyha itt egy kicsit távlati szempontból nézzük, akkor ugye azt látjuk, hogy Jelinics még ugye Pásztor kérésére érkezett annak idején, és ez egy ilyen klasszikus Pásztor igazolás volt neki. Általában kellett a rotációba egy olyan szélső, aki tud kettest védekezni. Jelincs ezt, ahogy te is mondtad, egyébként korrektül meg is oldja, és ugye azt az Alexander Bloncot engedték el tulajdonképpen ennek hatására, vagy ennek mentén, aki meg hát ugye látjuk, hogy azóta azért elég szépen kinőtte magát, és posztján abszolút az egyik legjobb, leggólerősebb játékossá vált. Én azt gondolom, hogy ilyen értelemben persze ott lehet erősíteni, de azért azt is el kell mondani, hogy nagyon rosszul nézett ki ez a mostani meccs, de azért nem ez a szegedi tartású átlag. Viszont most azért nagyon látszott, hogy Frimmelnél, ugye, amit a közvetítésben is fejtegettek, hogy ugye az a kihagyott 7 méteres mennyire nyomta rá a bélyegét, vagy mennyire tett egy ilyen extra nyomást. Ezt nem tudom, de az biztos, hogy ő tényleg kifejezetten gyengén játszott, és hát jelen itt sem volt sokkal jobb, és a másik félidőben már egyértelmű volt, hogy a Korsten azzal a szemlélettel védekezett, hogyha kell, akkor a szegedi bal szélsőknek hagyják ott a helyzeteket, és ilyen belgőd ebből gyakorlatilag lemulázt őket. Egyébként is jól védett, de hát a szélső zicserekkel szemben meg különösen hatékony volt, úgyhogy igen, tehát hogy szerintem a Szegednek kell erősítés bal szélen, Várna egy nagyon jó játékos, viszont én lehet, hogy ott a poszton, főleg annak tükrében, hogy Apegdén mondjuk hosszabb távon mit akar játszani, meg milyen csapatot akar építeni, én lehet, hogy egy fiatalabb játékosba gondolkodnék, de hát ugye itt a szélső kacsán még ugye Bárkod nevét is bedobták a kalapba az elmúlt időszakban, aki hát szintén nem a 20-as évei elejét tapossa, hanem már egy évtizeddel később, úgyhogy nagyon úgy tűnik, hogy itt a rutinra arra a kézzel a kultúrára, amit tudom, hogy utálod ezt a szót, de már most kiejtettem sajnos a számon, szóval arra a kézilabda iskolára alapoznak, amit ezek a skandináv játékosok jelentenek. Meglátjuk majd, hogy ez mennyire fog működni, de most egyértelmű, hogy a bal szél egy óriási hiba pontja volt a Szegednek, és gondolkodtam is, hogy ilyenkor mit tett az edző, mert nyilván nem nagyon szívesen nyúlnak olyan megoldásokhoz, hogy akkor mondjuk letenni oda egy átlövő,
De olyat én például láttam már BL csapatoktól is, hogyha egy szélsőnek ennyire nem ment, vagy csak egy gól volt a posztján, akkor egy beálló ment le a szélre, és onnan futott majd be utána a falba, vagy hozta be keresztbe a labdát. Tehát lehet erre ilyen alternatív taktikai megoldásokat kitalálni, de valószínűleg Apegrin inkább abban gondolkodott, hogy hát azért az nem lehet, hogy egyik szélsője se fog gyakorlatilag két lövés belőni egymás után, és hát sajnos most lehetett. Itt, ahogy mondtad a dolgokat, eszembe jutott egy név, akit szerintem pont te emeltél ki valamikor, még talán tavaly a balszélsők közül, viszont nyilván egyáltalán nem illik bele ebbe a szegedi mintába, illetve a szegedi koncepcióba, hogy úgy mondjam. Ez pedig Mathieu Grabyi, ugye a PSG-ből, aki nem csak hogy védekezik, de hármast védekezik Párizsban, és egészen jól csinálja. Úgyhogy ő lehetne egy opció, nyilván ő sem fiatal, tehát 33 évesen, már senkire nem mondjuk, hogy fiatal, de ő lehetne egy olyan opció, nyilván nem lesz, mert nem illik ebbe a skandináv vonalba, de ő egyébként lehetne egy olyan opció, aki ebbe a koncepcióba, hogy ne kelljen cserélni a szélsőt, ebbe egészen jól beleférne. És akkor ugorjunk is át a másik magyar csapat mérkőzésére, a Peliszter Veszprémre. 30-23-as győzelem a Veszprémtől, és nekem azért egy kicsit itt mindig visszacseng, most már nem fogok tudni valószínűleg úgy Peliszter meccset nézni, hogy ne csengjenek vissza Székely Marcinak a szavai, amit mesélt így az Észak-Macedón meccsek hangulatáról. A hangulat most is megvolt, nagyon jó atmoszférát teremtettek az Észak-Macedón szurkolók, viszont a Veszprém ezt nagyjából egészen simán hozta. Igen, hát annyi külészetükkor találhatunk, hogy volt olyan kollégánk, aki már beszélt arról a magyar klubvezetővel, hogy hova nem szeretne utazni, és hát mindenki egyöntetűen vitolát emelte ki, hogy ha nem muszáj, akkor azt a túrát úgy megspórolnák így a szezon előtt előzetesen, úgyhogy ez egy ilyen típusú túra, és hát annyit elárulhatok, hogy közben más a meccs előtt egy picit túztam, és pár perc késéssel kapcsoltam a meccset, és akkor utána, amikor megláttam, hogy ezért elég szoros, akkor azért én megmondom, és még azt is gondoltam, hogy akár ez lehet egy végig nehéz meccs a Veszprémnek, és tulajdonképpen nem is történt meg az a fajta legyalázás, amire talán a keretek alapján lehet számítani. Korrektül hozta a meccset a Veszprém, szerintem hasznos volt nekik, hogy nem adta magát a Peliszter könnyen, tehát nem arról volt szó, hogy itt rögtön közé tettek tizet, és akkor onnan nem kellett izgulni, hanem szépen fokozatosan lehetett, meg kellett felépíteni a különbséget. Amiről egyébként a közvetítésben is beszéltek, ott talán egyen lehetett volna többet rotálni, hiszen a második félidőben azért már biztosnak tűnt a siker, de hát még itt egy kedves pillanatot kiemelnék ebből a mérkőzésből, amikor a második félidőben közben egy foci meccset is próbáltam így legalább az eredmény szintjén követni, és amikor a második fél időben így elnéztem a Veszprém meccsére, és láttam, hogy Abutovics egy irgalmatlan pofon után kiáll 2 percre, akkor úgy éreztem, hogy megérkeztünk. Tehát ez az, amiről szólna ez a dolog itt Bitolában. Úgyhogy ilyen szempontból ezt a Veszprém szerintem jól menedzselte, nem? Még azok a játékosok sem feltétlenül vették fel ezt a módot, akik azért hajlamosak bizonyos pillanatokban elveszteni a fejüket. Úgyhogy szerintem ez egy korrekt teljesítmény volt, szüksége volt most azért erre a Veszprémnek azok után, hogy azért az elmúlt hét nem volt egyszerű semmilyen szempontból, meg így nem tudom, voltak hírek a csapatházatáig tájéken, és hát azt még ki kell emelni, hogy Cindrics annak ellenére, hogy egyébként bennem is rengeteg kérdés volt a szezon előtt, hogy ő azért az ő egészségügyi állapotában, szintén korában, hogy lesz ennek a Veszprémnek az első számú irányítója, és hát azt kell mondanom, hogy most már lassan tényleg hetek óta folyamatosan kiváló teljesítményt nyújt, úgyhogy őt nagyon lehetett dicsérni ezzel a mérkőzésen is. Mondtad itt a csapat házatájáról érkező híreket, erre visszatérünk majd így a meccs után, majd a meccs elemzése után, de
Azért itt megint csak azt kiemelném, itt így visszatekintve megint a magyar válogatottra, hogy Ligetvári egészen sokat játszott védekezés, egészen sokat volt a pályán védekezésben, viszont nem hármast védekezett, hanem leginkább kettest, úgyhogy meglátjuk majd, hogy a válogatottban ez majd hogy fog kinézni. És ami még így szúrta a szemem, és ezt mondtad is, ezt említetted is, hogy nem rotált annyira Xavi Pascual, hiszen például Veig Bálint simán beállhatott volna akár Vanyupau helyére, hiszen ugye volt olyan a Fehér Orosznak, hogy egymás után öt lövést rontott, úgyhogy, úgyhogy igen, itt a rotáció az, ami egy kicsit kimaradt ebből a szempontból, de akit ki kell megint csak emelni, és ezt is szerintem már fordulók óta nagyon-nagyon jó teljesítmény nyújt, az Korá lesz a kapuban. És minthogyha kezdene összeállni a védekezés is rendesen úgy, hogy a kapus és a védőfal tulajdonképpen kezd harmóniába állni egymással, és nem hagyják ott szegény spanyol kapust nagyjából saját magában, hogy oldja meg az ittszereket, amiket kap. Igen, abszolút, úgyhogy Corrales szerintem ezen az őszön sokkal jobb állapotban van, mint a tavalyi ősszel, úgyhogy szerintem ő most egyelőre hozza azt, amit várnak tőle, és nyilván beszéltünk arról, hogy azért ő egy jó kapus, és valószínűleg nem az a szint, amit ő tud, amit mondjuk az elmúlt egy-másfél évben láttunk tőle többségében, hanem azért képes stabilizálni magát, és egyelőre ezt abszolút hozza, és igen, tehát hogy az előző években azért ezt is el kell ismerni, hogy nagyon sokszor a védekezés az gyakorlatilag csak névlegesen létezett körülött, és úgy azért nehéz volt neki folyamatosan az ittszerekkel szembenéznie. És akkor, ha már klub körüli hírek, ugye már most a keretben volt Aaron Palmerson Veszprémben. Nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen-olyan vélemény, pletyka, stb. Keringett itt arról, hogy Palmerson hogy távozott, ezekre a hírekre reagálva miért jött vissza. Itt én szeretném félretenni ezeket a pletykákat, és csupán szakmai szempontból szerinted Palmerson az, akit kellett hozni a Veszprémnek? Hát akit szerintem kellett volna hozni a vetőnek, az ország senki más sem jut eszébe, ezt ti már tudjátok, hogy ezzel fárasztok folyamatosan, hogy szerintem Bognár Alexebb a csapatban tökéletes élet volna, és el lehetett volna hozni a fejéből. De ha most ettől eltekintünk, hogy az én látnak víziómat senki nem osztja, azt gondolom, hogy nyilván ugye nehéz helyzetben volt a Veszprém, hiszen ugye mi is beszéltük egymás között, hogy akár a csoportkört megoldhatnák az egy plusz játékos nélkül, hiszen azért az ellenfelek nagy része ellen még így is bőven esélyes a Veszprém, valószínűleg meg lesz a csoport első két helye. De ugye azért itt ennek van egy olyan dominó effektus része is szerintem, hogy ugye, hogyha többet kell játszania folyamatosan valakinek, akkor nála is nagyon sérülés kockázata, hogyha ott megint megsérül valaki a belső posztok, akkor azért már tényleg veszélyes a helyzet, úgyhogy szerintem ezért akarták ezt biztosítani. Ugye a Palmerson kapcsán a legnagyobb kérdés az, hogy milyen formában van jelenleg. Ugye jó ideje, őt azért nem nagyon látjuk játszani, tudjuk, hogy hazament Izlandra, és hát azért, ha őszinték vagyunk, az utolsó top szezonjai sem sikerültek már igazából jól. Úgyhogy ezzel kapcsolatban meg reméljük, hogy a Veszprémi vezetőségnek pontosabb információi vannak. Biztos vagyok benne, hogy azért konzultáltak a játékossal, meg a jelenlegi klubjával, hogy ő mit tud most. Nyilván nem lesz neki egyszerű a helyzet. Én azt gondolom, hogy ha egy megfelelő erőállapotban lesz, és erőlétileg bírja, akkor kiegészítő embernek az ő játék tudásával még elférhet. Viszont ezzel együtt is biztos, hogy koszorodottnak jóval többet kell majd vállalnia, mint az eddigiekben, és neki elő kell lépni egyértelmű első számú balátlövőből, amivel ugye próbálkozott is Pascal, de egyelőre még neki sem sikerült igazán megtalálni a kulcsot az oroszhoz. Jobban játszik egyébként szerintem, mint az előző szezonban, tehát hogy van előrelépés az ő beépítésében, de még azt a fajta domináns játékot nem látjuk tőle.
erre lesz szüksége szerintem a Veszprémnek, és akkor elférhet Pálmászon, de én azok közé tartozom, akik azt mondják, hogy azért meccseket már nem ő fog eldönteni. Itt a játékidő hasznos menedzselésében lehet esetleg neki érdemi szerepe. Ami számomra egy ilyen kicsi hiány ebben az igazolásban, az az, hogy ahogy láttam Xavi Pascualon, hogy próbálja azért, amikor Koszorotov játék lehetőséget kap, próbálja őt védekezésben is bent hagyni, tehát hogy fejlődjön védekezésben, viszont még mindig sokkal jobban megbízott Elderában hátul, és Eldera sem volt már az a szín, hogy el lehessen rej hogy el kelljen rejteni védekezésben, tehát igazából egy olyan játékos esett ki, aki védekezésben is fontos szerepet játszik, és ebből a szempontból érzek igazából hiányosságot ebben az igazolásban, hogy igazoltunk egy olyan, vagy igazolt a Veszprém egy olyan balátlövőt, akinek tulajdonképpen a védekezése nagyjából a nullával egyenlő, és azért Koszorotovnak pedig még nincs az a szint meg védekezésben, ami talán a Veszprém sikeréhez szükséges, de egyébként ugye teher alatt nő a pálma, ha-ha-ha. Meglátjuk, hogy Koszorotovnak hogy sikerül fejlődnie leginkább védekezésben, ahol ugye szüksége van erre. Hát igen, ugye lehetséges, hogy egyébként az egész védekező stratégiának a kicsi módosítása már ennek szól, hogy ott lehet, hogy átalakítja majd a rotációt egy picit Pascal, és akik eddig hármasban védekeztek, azok közül lehet, hogy lesznek olyanok, akik időszakosan kicsúsznak kettesbe. Ugye szerintem egy picit azért az olyan ez a védekezés, hogy azt szokták mondani, hogy hát a védekezés az csak akarat kérdése, és hát mi sem egyszerű annál, mint hogy oda mész, kiosztasz pár pofont, megfogod izé. De hogy azért szerintem ez a modern kézilabdában már jóval összetettebb, és én azért azt látom, hogy azok a játékosok, akik hosszú ideig nem védekeznek, és alapvetően sem gondolnak rájuk védekező játékosként, azok azért nehezen hozzák fel magukat igazán jó szintre. Úgyhogy szerintem Koszorotovnál se arra kell számítani, hogy ők belőle hirtelen kiderül, hogy egy világklasszis és kettes védő is benne volt, és ő fogott védekezésben folyamatosan labdákat szerezni, mindenkit megállítani. De szerintem az a cél, hogy egy vállalható szintre feljöjjön, és mondjuk, hogyha hosszú oldalon támad, akkor ne kelljen mindig azzal számolni, hogy őt le kell hozni, akár gyengébb ellenfelek ellen is. Én azt gondolom, hogy ezt ambicionálja Pascal, de még ebben is azért van út előtte. És igen, ez egyébként egy teljesen jogos meglátás, hogy lehet, hogy akkor már érdemesebb lett volna egy olyan játékost hozni. De hát én ugye nem tudjuk, hogy kik voltak még a jelöltek, vagy kik voltak azok, akikkel kapcsolatban állunk, hiszen az előző gondolatra visszacsatolva, ugye épp ezért olyan játékosban gondolkodtuk, hogy ezt te is mondta Xavi Pascal, aki azonnal bevethető, tehát ugye, hogyha a BL csapatból igazoltak volna, olyat, aki már pályára is lépett, és be volt nevezve a BL meccsen, akkor ő majd csak az egyenes késéses szakaszban léphetett volna pályára, úgyhogy itt a nem BL csapatokból kellett igazából nézelődni, és hát ezt adta ki a gép. Ugye itt nem titok, amit mondtál, hogy nem BL csapatból kellett nézelődni, hogy én feldobtam így a beszélgetésünk során Damgård nevét, csak ugye nála az a probléma, hogy ő ugye nem egyből bevethető, mert maximum a BL-ben csak tavasszal játszhat. De hogyha igazából nincs más, amit hozzáfűznél a BL fordulóhoz, Hát csak annyi igazából, hogy ez teljesen igaz, amit mondtál akár a Damgård kapcsolatban, és nekem is eszembe jutott, hogy mondjuk a Bundesligából elhozni egy játékost, de szerintem ott meg az lett volna a probléma, hogy valószínűleg mondjuk egy Pálmászonnál fiatalabb balátlövő nem feltétlenül jön el így szezon közben, fél megoldásnak, úgyhogy igazából nem tudják garantálni, hogy ha Eldara visszatér, akkor neki milyen játékpercei lesznek. Tehát egy fiatalabb játékos nem biztos, hogy beleugrik egy ilyen szituációba. Még Pálmászonnak ugye egyszer már gyakorlatilag lezárta a top pályafutását, úgyhogy ez csak egy ilyen utolsó utáni lehetőség számára. Neki ilyen szempontból nem derogál az idézőjelben, hogyha mondjuk Eldara a visszatérésével már nem számítanak rá, hanem még itt megpróbál utoljára egy nagyot dobni a Veszprém, mert szerintem ez is azért itt egy szempont volt, hogy ki az a játékos, aki egyáltalán belemegy egy ilyen konstrukcióba. igen, ez is egyébként teljesen simán lehetett egy szempont. És ugye azt
Elmondta egyébként Nagy László, hogy van még a listán játékos, és előfordulhat, hogy szükségük lesz még valakire, úgyhogy lehet, hogy meg fogjuk tudni, hogy ki az, aki még a listán volt itt balátlövőbe. De szerintem nagyjából végeztünk is a két magyar csapat mérkőzésével, illetve az egész fordulóval is. A következő héten ugye az Európa Liga már elindul visszafelé, tehát a újabb kör indul el. A Tatabánya tehát itthon fogadja majd a Flensburgot. Ez kedden 3:47-kor esedékes ez a mérkőzés. A Benfica fogadja az Eperjest, ugye majd szintén 18:45-től. A Schaffhausen fogadja a Limost, a Melsungen utazik Izlandra a Valurhoz, a Kiel pedig majd a Neccsét fogadja a Wunderino arénában. Reméljük, hogy Imre Bence meggyógyul addig, és már bevethető lesz a Neccs elleni visszavágón. A Bajnokok Ligájában pedig mindkét magyar csapat szerdán fog játszani. 18:45-től a Szeged a Kielcét fogadja, és 20:45-től pedig a Plock vendége lesz a Veszprém. Vigyázni kell a sebzetvaddal, azért ki tudja, hogy a Plocknál mikor indul el a szekér. Jó lenne, hogyha ez nem a Veszprém ellen történne meg. A másik magyar érdekeltségű csapat, a Dinamo Bukarest pedig majd a Füchse Berlin fogadja csütörtökön 18:45-től. Martin, köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, és nagyon remélem, hogy majd még többször is férfi adásokban előkerülsz, és nektek pedig köszönöm, hogy meghallgattátok az adást, hallgassatok minket itt YouTube-on, jelentkezünk majd női adással is, valószínűleg így a válogatott kapcsán, és hallgassatok a korábbi adásainkat, kövessetek minket Facebookon, Instagramon, illetve TikTokon, és iratkozzatok fel ide a YouTube csatornánkra is, vagy akár Spotify-ra. Sziasztok! Sziasztok, köszi!